Az idei idegenforgalmi főszezonban összesen 67 diák látott el közösségi szolgálatot a nyíregyházi rendőrkapitányság területén. A középiskolák és a rendőrkapitányság közötti együttműködési megállapodás alapján az 50 órás közösségi szolgálat keretében vettek részt a Tourist Police programban. A nyíregyházi önkormányzat folyamatosan jó kapcsolatot ápol a rendőrséggel. Egyik példája az a közösségi szolgálatban való segítés, de itt van a ifjúságügy, a drog ellenes ugye, csoportunk, a KEF, amit Nyíregyháza tavaly előtt hozott újra létre, az idősügy, amelyben rendszeresen tanácsokat kérünk, és rendszeres előadók a rendőrségnek a résztvevői, úgyhogy ezen a három területen, tehát az idősügy, az ifjúságügy és a drogmegelőzéses programban Nyíregyháza városa is részt vesz, és aktívan együttműködik a rendőrséggel. Az idei nyáron az idegen nyelveket is beszélő diákok a turisztikai szempontból kiemelt területeken teljesítettek szolgálatot bűnmegelőzési szakemberekkel és egyenruhás járőrökkel napi 3-4 órában. Az 50 órás közösségi szolgálat, ami a diákoknak kötelezően elő van írva az elmúlt években, tökéletesen illeszkedik a mi profilunkba, hiszen alkalmazni tudjuk őket, a nyelvtudásukat és a kedvességüket, a mosolyukat a turisztikailag frekventált helyeken, amikor járőrpárokba bűnmegelőzési tanácsadó emberek, szakemberek mellé hoztjuk be őket. A program június 20 és augusztus 31 között zajlott, de a Vidor Fesztiválon és a város kiemelkedő rendezvényein is jelen voltak. A járőrszolgálat során 6 nyelvre lefordított szórólapokat osztottak, melyek hasznos tippeket, tanácsokat tartalmaznak főként turisták számára, hogyan kerülhetik el, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. A kiemelkedő példamutató munkát végző 10 fiatal elismerő oklevelet és ajándékcsomagot vehetett át a városházán.